Latman Tamás nemzetközi jogász a vendégem, és csapjunk a közepébe. Latman úr, én oda menekülök, hogyha nagy bajban vagyok, ahol tudom, hogy befogadnak. Jó reggelt kívánok! Hol kezdődött a Gruevszki ügy? Megérkezett valahova Magyarországra, és elkezdett telefonálgatni, hogy itt vagyok, és kiírta a Facebook oldalára, vagy elképzelhetőnek tartja azt, hogy Nikolaj Gruevszki ex-miniszterelnök már korábban valamilyen kapcsolaton keresztül pontosan tudta, hogy nem Ausztriába, Svédországba vagy Angliába fog menekülni. Ezek szerint ön egy szerencsés ember, a menekülők menekültek nagy többsége nem tudja, hogy be fogják-e fogadni, hanem onnan menekül, ahol üldöztetés éri. Szinte biztos vagyok benne, ez az eset sajátosságaiból következik, hogy a macedón ex-miniszterelnök tudhatta, hogy miért érkezik ide. Valószínűleg ismert a közeli viszony Orbán Viktorral, a szövetségesi viszony, stb. Tehát nagyon életszerűtlennek tűnik, hogy ne tudta volna, hogy milyen körülmények közé érkezik és hogyan. Tehát magát az egész ügyet én egy kicsit fázom tőle, hogy egy ilyen standard menekült ügynek próbáljuk látni, mert nem az. Na most akkor mi van vele egyébként? Hol van? Tehát valahol van Magyarországon, vagy egy szállodai szobában ül, hát ugye a macedón sajtó az vélelmezi, hogy még azt is, hogy egészen pontosan, hogy hol van. Igen, a macedón sajtóban számomra ilyen Conteónak felfogható értesülések jelentek meg néha. Én azt úgy javasolnám mindenkinek, hogy ezeknek túlzottan nagy hitelt ne adjunk. Nem tudjuk, hogy fizikailag hol van, én legalábbis biztosan nem tudom, csak reménykedem benne, hogy a magyar hatóságok tudják, hogy ha tényleg itt van, akkor hol van, meg mi van vele. Hát ha benyújtotta azt a bizonyos kérelmet, már pedig benyújtott, akkor valahol be kellett nyújtani. Igen. Nem hiszem, hogy a recepción ott hagyta volna. Nem valószínű, és ugye akkor fölmerül az a kérdés, hogy ha benyújtotta a menedék kérelmet, de már bent van a schengeni területen, akkor hogyha igaz a kormány állítása az elmúlt évekből, miszerint itt minden menedékkérő mindig eltűnik, akkor viszont vigyázni kell, hogy nehogy ő is eltűnjön, mint ahogy a kormány állítása szerint a menedékkérők az elmúlt években. És a viccet félretéve, jelenleg azt gondolom, hogy ebben az ügyben sokkal kevesebbet tudunk, mint amennyit kellene tudni ahhoz, hogy ténylegesen állást tudjunk foglalni nagyon sok kérdésben. Egyszerűen tényszerűen nem jutnak el információk hozzánk. De mire gondol, hogy útlevéllel jött-e, hogy volt legális második útlevele, hogy kettős állampolgár valamelyik országban, pontosan. Hogy egyáltalán hozzánk érkezett-e, vagy mondjuk Szlovéniába, és Szlovéniából egyszerűen csak útlevél nélkül, mivel nincs schengeni határ átadható. Pontosan, tehát ezeket a dolgokat most így mi magyar közvélemény nem ismerjük ezeket a tényeket. Már pedig ezeknek a tényeknek az ismerete lenne szükséges ahhoz, hogy tényleg egyértelműen jogi állásfoglalásokat lehessen tenni. Jelenleg egy picit úgy érzem, hogy köd szurkálunk ebben a kérdésben. De abban nem szurkálunk ködöt, hogy itt van. Mert ő maga írta ki az egyébként 230 nem tudom hány ezres nagy rajongói táborával rendelkező, beleolvastam, tényleg sokan rajonganak érte, Facebook oldalára leírta, hogy Budapesten van, és hogy politikai menedékjogot kért. Ez akkor tény. Van ennek a Macedóniának egy miniszterelnöke, úgy hívják, hogy Zorán Zaev, aki elmondta, hogy ne legyen gyáva a korábbi elődje Nikolaj Gruevszki, köztörvényes bűncselekményért őt elítélték, és azt nyilatkozta korábban, ha őt elítélik, megy Macedóniáért, megy a börtönbe. De úgy néz ki, hogy akkor nem ment a börtönbe. Macedóniában pedig most tömeges letartóztatások vannak, hogy nehogy más miniszterek is ötletet kapjanak. De azt tudjuk, és akkor innentől fogva csak az öné a szó, hogy most akkor van egy helyzet, amit így vagy úgy meg kell oldani. Mi a jogi helyzet? A jogi helyzet az, hogyha igazak ezek az információk és értesülések, hogy van nálunk valaki, akinek a tartózkodásának a jogalapja legalábbis kétséges és kérdéses, de ha már itt van, akkor elvileg a magyar joghatóság alá tartozik, hogyha valóban beadott menedék kérelmet, akkor ezt most a magyar hatóságnak el kell bírálniuk a nemzetközi jogalapján. Ennek a feltételei az én előzetes értelmezésem szerint ennek a feltételei nem adottak, tehát szerintem neki a menekült státusz nem jár. 2016 előtti jogszabályi környezetben sem járt volna. A 2016-ban kialakított új migrációs menedék és egyéb szabályok alapján meg akár érdemi vizsgálat nélkül is kéne utasítani a kérelmét. Ez a jogi helyzet. Ami Magyarország szempontjából egy fontos és veszélyes dolog, és hogyha ebben valami kormányzati közreműködés van, akkor itt megint nagyon nagy hibát követ el a magyar kormány. De ez egy dolog, hogy ő most menedékjogra jogosult-e vagy nem. De ez egy sokkal fájóbb kérdés, hogy a Magyarország területére való belépése ennek az embernek, útlevél és nélkül és szabálytalan módon, milyen uniós jogi kötelezettségszegés irányába viszi el Magyarországot. Ha ezt kimondjuk, hogy útlevél nélkül, mert Igen. Nem tudjuk, hogy van-e amerikai, brit, vagy albán, vagy szlovén, vagy nem tudom milyen állampolgársága, azt értelmezze nekem, én kettős állampolgár vagyok, ezt a tényt ebben a mondjuk kontextusban tudom kezelni. Ha én két útlevelem van, ha a magyar útlevelemet elvesztem, mert bevonják, akkor a másik útlevelem, amiben ugyanaz a nevem, de egy másik ország állampolgára vagyok, az érvényes?
Elméletben ilyenkor itt érdemes külön választani a nemzetközi jogot és a belső jogot. Hogyha a macedón jog alapján a macedón bíróság megtiltja az embernek, hogy elhagyja Macedónia területét és bevonja a macedón útlevelét, de neki van egy másik útlevele, akkor a macedón jogot az ország elhagyásának a tényével megsérti az illető természetesen. Ettől a Magyarország területére való belépése a magyar jog szempontjából lehet jogszerű, amennyiben a magyar hatóságok egyébként nem tudtak róla a macedón hatóságoktól, hogy nem lenne szabad beengedni az embert. De a magyar hatóságoknak kellett tudniuk azt, hogy egyáltalán van-e útlevele vagy nem, mert ha ő Ljubljanába érkezett, Szlovénia fővárosába, akkor ott nem találkozik magyar határőrrel. Nem, onnan. Ott egy szlovén határőrrel találkozik, és a szlovén határőrzésen megy át, ahol ilyenkor a szlovén határőr azt ellenőrzi, hogy az uniós regisztrációs adatbázisban van-e kiadva körözés az ember ellen, belépési tilalom, vagy bármi egyéb. Hogyha ott nincs adat, akkor elméletben lehetséges úgymond egy másik útlevéllel besúrranni az ország területére. A kérdés az, hogy ezt a belépést ilyenkor mennyire tekintjük jogszerűnek a mi belső jogunk szempontjából, ugyanis ez a macedón jog megsértését jelentette. Mondhatjuk, hogy ez egy jogilag egy nyitott kérdés, de a magyar jog értelmezésében és az uniós jog értelmezésében az fontos, hogy a belépés során valamiféle dokumentum kerüljön egyébként bemutatásra. Itt ez a következő kérdés, hogy amennyiben ezt a macedón belső jog szempontjából jogellenesnek látjuk, akkor annak milyen jogkövetkezményei lehetnek? Ellenzéki politikusok már mondják, hogy ma reggel is elhangzott Gréczi Zsolt szájából, hogy zsemléért kéne sorba állni a tranzitzónában. Élvez-e bármiféle különleges státuszt az, hogy ő egy közjogi méltóság volt a saját országában? Magyarul a macedón ex-külügyminiszter, a macedón ex-miniszterelnök más menekülte, mint az, aki ide érkezik hozzánk és várakozik a határon. Semmilyen szempontból, ugye a nemzetközi jog bizonyos immunitást, mentességeket, könnyítéseket ad bizonyos funkciók esetében az adott személyeknek. A volt ilyen személyek esetében jellemzően ilyen gyakorlat nincs. Magyarország és Macedónia között semmilyen nemzetközi szerződés nincs, ami alapján ezt Magyarország ilyet köteles lenne engedni, ahogy arra sincsen semmilyen nemzetközi szerződés, ami arra kötelezné Magyarországot, hogy most nálunk lévő ex-miniszterelnököt adott esetben visszaadjuk Macedóniának, tehát a Macedónia sem tud ilyenre hivatkozni. Tehát igazából a diszkrimináció tilalmát pedig, de bármilyen megkülönböztetés tilalmát pedig világosan kimondja a Schengeni határkódex, ami ugye a határőrizetről és a beléptetésről szól. Nézzük meg, mennyi idő alatt kell dönteni a magyar hatóságoknak. Mit nyerhet Magyarország, hogy befogadta Gruevskit, és mit veszthet Magyarország, hogy befogadta Gruevskit? Ugye ez egy nagyon jó kérdés, hogyha menekült státuszról beszélünk, akkor az, hogy az ország mit nyerhet, az egy irreleváns kérdés, mert a menekültet nem azért kell befogadni, hogy az ország nyerjen. Na jó, de tudjuk, hogy itt most egy gyakorlatilag egy világpolitika színpadán egykor lévő ex-miniszterelnökről beszélünk. Itt erről beszél az ország, meg erről beszél Európa, más menekültekről személyre lebontva nem beszél. Ez így van, csak azért mindenképpen szerettem volna kihangsúlyozni, hogy legyen világos, hogy ez nem elsőlegesen, nem kell, hogy egy politikai döntés legyen. Viszont ez átvezet minket egy következő, sokkal kellemetlen kérdésre, hogy a nemzetközi jog ugye előírja, hogy milyen feltételekkel kell valakit menekültként befogadni. A nemzetközi jog ugyanakkor arról hallgat, mert ezt nem szabályozza, hogy egyébként az államok ezeken a feltételeken túlmenően, mondjuk politikai előny okán, még kinek biztosíthatnak menekült státuszt. Például amikor Oroszország a Janukovics-Juschenko vita idején a volt ukrán elnököt befogadta. És még sorolhatnánk akár Edward Snowden-t, stb. Tehát ezeket. Tehát itt van egy politikai mozgástere az államoknak, ahol kimozdulnak a nemzetközi jog világából. Tehát ez nem jogszerű döntés, ez már egy politikai döntés. Legfeljebb nem menekült státusznak hívják. Tehát itt azért a magyar kormánynak van mozgástere. A kérdés viszont az, hogy ennek a politikai mozgásternek a gyakorlásával megsérti-e a macedón jogot, és hogyha ezt megsérti, akkor ezzel áttételesen nem sérti-e meg a nemzetközi jogban az államok jogiszemű együttműködésének alapelvi szintű szabályát. Tehát nyitott kérdés az, hogy számos módon, milyen módokon sértheti meg Magyarország a nemzetközi jogot, és ez átvezet a hátrányokra is. Ugye a hátránya ennek a helyzetnek Magyarország szempontjából egyrészt a jelenleg ismert tényeink alapján biztosnak tekinthetjük, hogy a Schengeni határőrizeti kódexet szerintem megsértettük. Tehát, hogyha bármilyen közben a Magyarországnak ahhoz, hogy útlevél nélkül szabálytalanul bejutott az ember, akkor ott az Európai Bizottságtól egy kötelezettségszegési eljárás mindenképpen esélyes. Hogyha megindul a menekült státuszért való eljárás Magyarországon, és annak keretében jogi viták merülnek föl, akkor a magyar bírósági rendszernek is lesz egy ránézése erre az ügyre, ami abból a szempontból nagyon kellemetlen, mert akkor lehet, hogy kiderülnek olyan tények a nyilvánosság elé, amiket egyébként senki nem szeretne látni. Tehát alapvetően a hátrányok az abban foglalhatók össze,
hogy egy ilyen ismeretlen területre sikerült rálépni a magyar kormányzatnak, hogyha bármilyen köze van a dologhoz. Záró kérdés, néhány másodpercünk van már csak vissza. Zorán Zaev miniszterelnök, Macedónia mostani miniszterelnöke nem hagyott kétséget afelől, hogy Macedónia, tehát Skopje kérni fogja korábbi elődjének, ahogy ő mondta, a gyáva elődjének a kiadatását. Ha nem adjuk ki Macedóniának, akkor tudjuk-e jogszerűen nem kiadni, illetve megromolhat-e a viszony Macedónia és Magyarország között? Hát a viszony szerintem már most elkezdett jelentősen romlani, tehát ez nem kérdés. Mivel ez úgy éles belpolitikai hullámokat vált ki Macedóniában, ezért nyilvánvaló, hogy a macedón politikusok ebből megélhetést fognak maguknak kovácsolni, tehát ez minden ilyenű természetesen problémát jelent. Nemzetközi jogilag kifejezetten olyan eszköz nincsen most Macedónia kezében, mert megpróbálhatná Magyarországot rá kényszeríteni, tehát Magyarország ezt a játékot eljátszhatja egy ideig. A jogi oldalon az Európai Bizottságnak a Schengeni határkódex sértése miatti kötelezettségszegési eljárás, ami a lehetséges, hogy előjön, de inkább ez egy ilyen befagyott politikai konfliktusként maradhat. Egyrészt köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és mindezt elmondta nekünk, másrészt mikor lesz döntés ön szerint? Holnap, egy hét múlva, egy hónap múlva, hát jövőre? Én egy olyan körülbelül a gyakorlatot ismerve, de ez ugye ilyen ügy nem nagyon volt, de szerintem ez egy ilyen egy hónaponból, hogyha politikailag van egy érdek, akkor ez viszonylag gyorsan eldönti. Latmon Tamás, köszönöm szépen, hogy itt jártam. Köszönöm szépen.